Hello mindenkinek, üdv újra a mai videóban, ami egy live shopping lesz, ha minden igaz. Jelenleg Németországban töltök néhány napot, és arra gondoltam, hogy eljönnék a helyi bevásárlóközpontba. Körbenéznék egy kicsit a Müllerben, Douglasban, illetve Douglasban, bocsánat, és összetén szóval van egy-két dolog, amit szeretnék venni, például egy új Esti-lakot, aztán benéznék az Zarába is, nadrág, farmer nadrág ügyben, vagy például a New Yorkerbe, leggings ügybe, meglátjuk. Ezek így az első számú terveim, de hogy aztán miből mi lesz, azaz lesz-e aktuális vásárlás, az később derül ki. Úgyhogy ez a videó nem tudom, hogy kikerül-e valaha. Szeretném bemutatni nektek Kázmért, aki a mai videóban velünk tart. Ő lenne Kázmér. Barátságos, egyébként nem bánt senkit, most már nagyon engem se, gyógyulóban van, de ja, szóval értitek. Úgyhogy rohadtul szomjas vagyok, úgyhogy bemegyek szerintem először az élelmiszerboltba, az Edekába, valami innivalóért. Mert tényleg szomjan halok. 100. Szerintem a világ legkisebb próbafülkéjében vagyok éppen a Tálibájban, és felpróbáltam egy gatyát, ami 38-as. Tehát nagyobb, mint az én átlagos 36-osom, és jó rám, tökéletesen. Éppen akcióban van egyébként, yes, és ez már abszolút egy ilyen tavaszi darab szerintem. Magas derekú egyébként a nadrág, itt a térd részénél szép kis kivágások vannak, és az oknémot egy kicsit lejjebb húztam, látható, hogy azért ez már ilyen bokavillantós tavaszi. Elég kényelmes egyébként a viselet, és valahogy ugye a popsit is szépen formázza, úgyhogy szimpatikus, bár van itt még hely, nem tudom, hogy felpróbáljak egy... Nem tudom megmutatni. Kéne még egy kéz. Szóval azért itt van még hely, nem tudom, hogy felpróbáljak egy 36-osat belőle. Vagy jó ez a nyolc? Felpróbáltam a 6-osat, mert mégiscsak az a méretem. És egészen frankó ez is. És mivel nagyon stretches anyagból van, ezért úgy gondolom, hogy a 6-os lesz a befutó. Mert attól félek, hogyha viselem a 8-ast hosszan, mondjuk egy egész napon át, akkor ugye kilazul, kicsit kinyúlik, és akkor már lógni fog rajtam. Úgyhogy szerintem maradok a 6-osnál. Az a biztos. De tényleg. Derék van éppen, hogy kényelmes, nem szorítja nagyon így a hasam területét. High Waist Skinny a neve a farmernek. Eredeti ára 36 euró helyett 20 euró és 36-os méret. Megérkeztem az Esti pulthoz, és már is érzelmi dilemmában vagyok, ugyanis találtam négyet, ami nagyon-nagyon tetszik, de ebből egy, maximum kettő maradhat. Már az elején problémák vannak. És az ötösben, ugyanis volt egy ötödik tag is, méghozzá ő, a Not Just a Pretty Face, viszont én úgy emlékszem, hogy őt megvettem már, de akkor hol van? Nem találom otthon sehol. Úgyhogy leszűkült az ötös, most már csak erre a négyesre. De mindegyik olyan szép és esélyes. Ez a Peak Show, ez egy új szín. Ugyanúgy, ahogy van egy új vörös is. With the band. Ez is szép. Itt jobban látszik. De valahogy nincsen hangulatom most ehhez a színhez. Mindenképpen ilyen vidámabb, paszteles, nudos tavaszi színeket keresek magamnak. Körülbelül 5-ször visszamentem, kicseréltem a színeket, mert egyszerűen teljesen belezavarodtam a dologba, hogy mi van nekem otthon, meg mi nincs nekem otthon. Végül a Peak Show-t választottam, egy ilyen lágy pinkes színről van szó, a másik pedig az allure, az pedig egy kicsit ilyen fehéres, és egy ilyet már nagyon szerettem volna. Hát most összejött, illetve vettem még egy Maybelline Anti-Age Effect korrektort, ezt Szilvának viszem haza. Az Zarában vagyok éppen, és itt találtam ezt a két jópofa feliratos lazapólót. Ilyen jó nagy új kivágással rendelkezik. És mind a kettő MS. Hát mindegyik tetszik, de talán a fehér az egy picit jobban bejön. A szöveg is jobban bejön, meg nem tudom. Néha elkap, hogy kéne pár fehér ruha. Na hát nem mentem túl messzire, ugyanannál az asztalnál vagyok, és találtam egy jó kis farmert, aminek ilyen érdekes az alja. Ez nagyon szimpi, és arra gondoltam, hogy fel kéne próbálni. Azt mondja...
Hát igen, igen, egy jó gatya az nem olcsó mulatság. Na, ez egész szimpatikus, és szerintem ezzel a fehér fölsőbel megnézem, hogy áll rajtam. Ó, ezek is jól néznek ki, szaggatott térnél, és az alja pedig cipzárral záródik ennek is, meg ennek is, és közben az egyik kedvenc dalom megy, a Weekend és a Daft Punk dala. Na jó, próbáljunk ebből egy 36-osat. Sötét vagy világos? Sötét vagy világos? Legyen a sötét. Uram, anyám, ez a kabát csodálatosan néz ki, és hiper, szuper puha. Wow! Nos, a felső az teljesen rendben van. Jól érzem benne magam, szóval valószínűleg ezt meg fogom venni. A nadrág nem rossz valójában. Egészen kényelmes, jó stretches. Lehet, hogy öv majd kell bele később. Ezt most nem tudom megállapítani. Talán mint egy hajszányit nagy lenne rám. Mindjárt felpróbálom a másikat, és akkor jobban össze tudom hasonlítani a kettőt. Nos, ez a másik gatya. Sokkal kényelmesebb, mint az előző. Jobban passzol is egyébként hozzá. És lehajtottam az oknyimat. Itt sokkal jobban lehet látni, hogy ez ugye bőven boka fölötti elvágásban van ez a gatya. És nagyon érdekes ez az eltolt megoldás. Nekem őszintén szólva tetszik. Nem? Na milyen? De szerintem nagyon érdekes ez a szintkülönbség itt az anyagban, meg ez már nagyon ilyen tavaszias, nyárias, sportcipővel. Ah, szimpatikus. Viszont elvettem most hozzá a cipőmet, és annyira nem tudom, úgy nem győzött meg. Így meg már viszont egy kicsit túl sok ott a csicsa az alján. Átjöttem a New Yorkerbe, már záróra van, úgyhogy nagyon kell sietnem, és egy kellemes kis felhőszínű pulcsit próbáltam fel, ami nagyon tetszik, illetve a kedvenc leggingsem is a New Yorkerből van, de már annyira viseletes, jelenleg is azt viselem egyébként, hogy úgy gondoltam, hogy itt az idő, hogy egy újat vegyek belőle, azt fogom felpróbálni, illetve találtam én egy fekete kabátot is, egy ilyen lazább blézer kabátszerűséget, mindjárt azt is megnézzük, de előbb még itt a felhő pulcsival szenvedek. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon kicsi méret, mindjárt mondom. Nem látok el addig XS, aha, XS-es. De teljesen rendben van, az új hossza is. Jó, ha felemelem a kezem, akkor kicsit itt mozgolódik, de egy ilyen tavaszi pulcsinak akarom. És szerintem annak ez teljesen oké. Ó, láttok egyet? Na, így jobb. Ez lenne az a kis kabátka, de ezzel a felsővel most írtóhülyén néz ki. Egyébként egész jó, csak iszonyatosan elektromos. Brutál elektromos, konkrétan tapad hozzá, mint az állat. Pedig nagyon jól néz ki. Mi legyen? Nem tudom. Nem akartam befürödni a kis kabáttal, úgyhogy ezt végül is nem hoztam el, pedig nagyon tetszett, de borzasztóan elektromos volt. Az ilyen ruhákat pedig nem szeretem magamon. Aztán a leggingsről kiderült, hogy derékban pedig nagy rám. Szerintem az az egy darab, amit én próbáltam, az ki volt egy kicsit tágulva, mert egyébként amit most viselek, az is egy MS méret, és egyébként tökéletesen. Na de összegezzük a mai live shopping eredményét. Azt mondja, két farmer, két felső, ugyanis ha emlékeztek a fehér Living Truth felsőre az Zarában, annak volt egy párja, a No Bad Days, azt is megvettem, mert nagyon tetszett, nem akartam otthagyni. Aztán van két körömlakkunk, van egy pulóverünk, a felhős pulcsi, és Szilvának a korrektor. Nos, ennyi fért bele a pénztárcámba, az időbe, ugyanis teljesen kimaxoltam az időhatárokat, ugyanis záróra volt már minden boltba, és most már sétálok hazafele. Egyébként jól látjátok, ha látjátok, hogy más színű a hajam. Igen, ez még a pinkes maradvány. És mit akartam mondani? Ennyit mára. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, és hamarosan találkozunk egy frissben. Addig is tessék pezsegni, legyen szép napotok, és hamarosan újra látjuk egymást. Sziasztok!